tiszavasvári lendületet kapott 2019-ben, az elmúlt években a járási székhely ugyanis nem fejlődött olyan ütemben, mint ahogy azt az ott élők elvárták volna, mondta el Szőke Zoltán, aki 2018. szeptemberében időközi választásokon vette át a város vezetését. Az önkormányzat legfőbb feladata az azóta eltelt időszakban az volt, hogy felzárkóztassa és újra fejlődő pályára állítsa a várost. Ehhez 2019-ben 1,2 milliárd forint pályázati forrás, valamint 340 millió forint egyedi kormányzati támogatását rendelkezésre. Ebben vannak topos pályázatok, ki szeretném emelni a 370 millió forint a Zöld Város Központ kialakítása Tiszavasváriban című projektet. Ebben a találkozások háza kerül felújításra, egy 90 férőhelyes parkoló fog épülni, a városi piacunk újul meg, műfőves focipálya lesz a városnak, ehhez egy kiszolgáló egység, egy vendéglátó egység, öltöző és gazdasági helység fog épülni, és utakjárdák felújítása valósul meg. 180 millió forint értékben iparterületet fogunk kialakítani, és hát amit nagyon-nagyon fontos megemlíteni, a kormánynak a pozitív üzenete, a pozitív elbírálása, 340 millió egyedi kormányzati támogatás jelentett a városnak, ebből 260 millió forintot fordítottunk útfelújításra, 30 millió forintért kettő sportpálya épült Tiszavasváriban, 30 millió forintért kamerarendszert fogunk kiépíteni, ez közel 60 kamerát jelent majd a városnak, és 20 millió forint összegben a központi orvosi rendelünk újul majd meg. Szőke Zoltán hozzátette, az önkormányzat legfőbb célja, hogy sikeresen pályázzon az újonnan induló kisvárosi programban, amelyet biztos forrást találnak arra, hogy Tiszavasvári elavult úthálózatát és csatornarendszerét felújítsák. Emellett pedig már folyamatban vannak azok az átalakítások, amelyek a közfoglalkoztatottak munkaköreit érintik. A közmunkaprogramunkat szeretnénk hatékonyabbá tenni, bővíteni a zöldséggyümölcs termelést, esetleg faipari munkákat, feladatokat végezni, betonalomgyártást fejleszteni, és hát olyan munkát adni, és olyan állapotokat teremteni a közmunkában, ami igazán értékteremtő majd a jövőre nézve. Van egy hatalmas problémája a településnek, mégis szintén közmunkaprogram keretében szeretnénk ezt megvalósítani, egy gyepmesteri telep, egy állatmenhelynek a létrehozását, hiszen nagyon-nagyon sok kóbor kutya van a városban, de ez nem csak Tiszavasvárit érinti problémaként, hanem a járást is, vagy hát nagyon sok más települést, és ebben járási szinten van összefogást, mi ezt a telepet itt szeretnénk megvalósítani, és ezzel is segíteni, vagy komfortosabbá tenni a körülményeket Tiszavasváriban. A polgármester úgy fogalmazott, az előző vezetés miatt nem csak infrastrukturális lemaradás volt tapasztalható Tiszavasváriban, hanem a város megítélése is csorbát szenvedett. Így az elmúlt évben kiemelten fontos volt az is az önkormányzat számára, hogy nyisson a környező települések felé, és újra baráti kapcsolatot alakítsanak ki a járás valamennyi önkormányzatával.